Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Egy lakossági fórumra is érkezett többek között ide Bonyhádra, és nem ez az első már, amin részt vesz itt az utóbbi napokban. Hogy látja, mi a visszajelzése a magyaroknak, hogy mit várnak az új kormánytól április 3-a után? Hát nézze, most mindenkit a háború érdekel, mert nyilvánvalóan mindenki a saját biztonságáért, a gyermekei, a családja biztonságáért aggódik a leginkább. Tehát amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy kinek van kérdése, akkor mindenki a háborúról kérdez. Arról, hogy reális-e, hogy kimaradjunk, arról, hogy meg tudjuk-e oldani, hogy megőrizzük az ország biztonságát, arról, hogy el tudjuk-e érni, hogy ne a magyar emberekkel fizetessék meg a háborúnak az árát, biztos-e az energia ellátásunk, biztosan ugye nem szállítunk fegyvereket. Tehát egyértelmű az emberek elvárása, békét és biztonságot kell garantálni itt Magyarországon, és ahogy eddig is, ezt tekintjük mi is a fő feladatunknak. A régióban rengeteg cég exportra épít, erre is rendezkedett be, így is fejlesztett. Most akik egy kicsit emiatt megszorulnak, vagy rosszabb helyzetbe kerülnek, nekik hogy tud a magyar kormány segíteni? Tud-e nekik segíteni? A helyzet az az, hogy az Európai Unió által életbe léptetett szankciók így módszeresen vágják el a keleti és nyugati gazdasági szereplők közötti együttműködés szálait. Valami hasonló történt 2014-et követően is, de az akkori szankciós rezsim az sokkal kevésbé volt szigorú, mint a mostani. Tehát valóban a világgazdaság és azon belül az európai gazdaság működési módszereit, működési metodikáját, az sok esetben át kell majd gondolni. És természetesen a kormány, ahogy eddig is minden magyar vállalatnak segítséget adott a beruházásaikhoz, a fejlesztéseikhez, az export teljesítményük növeléséhez, ezután is így fog tenni. Amikor a britek kiléptek, akkor szintén volt egy sok hatás a magyar gazdaságra, hiszen korábban már bevált együttműködési csatornákat kellett lecserélni, vagy kellett másként figyelembe venni. Most, hogy a kelet-nyugati együttműködés ellehetetlenül, most is valami hasonló, csak sokkal súlyosabb hatással kell szembesülni. És azért hoztam ide a Brexitet, mert a Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalatok számára elindítottunk egy támogatási programot kifejezetten a beruházásaik, fejlesztéseik támogatására, és tervezünk, gondolkodunk valami hasonlón az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalatok esetén is, de még várnánk azzal, hogy előjöjjünk ezzel a javaslattal, hiszen most a legfontosabb, hogy vége legyen a háborúnak, béke legyen, és amikor majd vége lesz a háborúnak, szerintem akkor lehetünk majd tisztában azzal, hogy valójában milyen hatása is van mindennek a gazdaságra, és ezzel aztán milyen módon kell kezelni. Itt az előbb említette, hogy ugye nyugat és kelet közti ellentét, mi pont itt vagyunk a kettő között. Magyarországnak kell-e, lehet ebbe felvállalni valamiféle közvetítői szerepet? Hát nézze, mi mindig a kelet-nyugat békében voltunk érdekeltek, kelet és nyugat racionális, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésének voltunk a hívei, most ez sajnos ellehetetlenül egy jó hosszú időre. Nagyjából ezt lehet ilyen előrejelzésként adni. Az orosz-ukrán háború sajnos lehetetlenné teszi a racionális párbeszédet és együttműködést a következő időszakban kelet és nyugat között. Azt hiszem, hogy erre kell berendezkednünk. Mi ugye a békében, a mielőbbi békében vagyunk érdekeltek, ezért amikor felmerült az, hogy az oroszok és az ukránok között lehetnek béketárgyalások, de nem tudtak megállapodni a helyszínben, akkor mi azonnal jeleztük nekik, hogy Magyarország szívesen ad otthont és helyszínt ezeknek a tárgyalásoknak. Mégis ugye Belarusban kezdődtek ezek a tárgyalások, most szó van Jeruzsálemről is, Törökországról is, Svájcról is. Tehát mindegy, hogy hol vannak ezek a tárgyalások, csak menjenek, legyenek, hogy minél előbb béke legyen Ukrajnában, minél előbb véget lehessen vetni ennek az esztelen öldöklésnek. Ha már keleten vagyunk, maradjunk is egy kicsit ott a Kínával való kapcsolatot, ez az egész háború, az oroszok és az ukránok ellentéte, ez mennyire nehezíti meg Magyarországon?
Hát nézze, a mi kétoldalú együttműködésünket Kínával nem nehezíti el, mert az Európai Unió nem Kínával szemben léptetett életbe korlátozó intézkedéseket, hanem Oroszországgal szemben. Én magam beszéltem a kínai külügyminiszterrel a közelmúltban, több európai kollégám beszélt vele, és én úgy látom, hogy a kínaiak is a békében érdekeltek, legalábbis a nyilvános megszólalásaik mindenképpen erről szólnak. Kínának fontos szerepe lehet a béketeremtésben ezen a területen, mert Kína a biztonsági tanács tagja az ENSZ-ben. Biztonsági tanács állandó tagja az ENSZ-ben. Ezért jelentős kihatása van nem csak a regionális, hanem a globális biztonság kérdésére is. Ezért én abban reménykedem, hogy a kínaiak segíthetnek itt a béke megteremtésében. Ha a háborús helyzet nem oldódik meg viszonylag gyorsan, és ezt a magyar emberek is elkezdik érezni a saját bőrükön, akkor a magyar kormány mit tud ez ellen tenni? Itt most nyilatkozta néhány órával beszélgetésünk előtt is, hogy új dimenzióba léptünk a háborús kockázatban. Mire lehet számítani? Én azt gondolom, hogy azzal, hogy az úgynevezett repüléstilalmi övezetet Ukrajna fölött egyre több ország hozza fel, hogy ebben valami fajta nyugati szerepállást kellene létrehozni. Azáltal szerintem a háborúnak egy újabb súlyos kockázata nyílik meg, hiszen hogyha Ukrajna fölött egy repüléstilalmi övezet létrehozásában segítkeznének nyugati országok, akkor az egy közvetlen légi háborút eredményezne a nyugati szövetségesek és Oroszország között, márpedig ezt mindenképpen el kell kerülni, mert az tragédia lenne. Ugyanígy, hogyha békefenntartó erőket küldenénk, vagy küldenének a nyugatiak be Ukrajnába, az pedig a szárazföldi összeütközésnek a közvetlen veszélyét hozna magával. És ugye emellett van még egy veszély, ez pedig az energiaellátásunkat illeti. Itt mi világossá tettük, hogy ez nekünk vörös vonal. Tehát mi arra nem vagyunk hajlandók, hogy a támogatásunkat adjuk egy Oroszországból érkező energiaszállításokat korlátozó szankciós rezsimhez. Mert ma Magyarországon az olaj felhasználás 65%-a és a gáz felhasználás 85%-a érkezik Oroszország területéről. Most ezeket nem lehet kiváltani egy perc, egy hét, egy hónap, de még egy év alatt se. Egy évtized az már reális, lehet, tehát mindenképpen hosszú távon érdemes ebben gondolkozni. Tehát mi világossá tettük, hogy mi azt nem fogjuk engedni, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg, az energiaszállítások maradnak, az energiaszállításokat érintő szankciókat pedig mi sosem fogunk támogatni. Mióta szó volt róla, hogy megvalósul Paks 2, azóta lehet hallani olyan hangokat, akik negatívan állnak ehhez, most pedig azt mondják, hogy látjátok, igazunk van, nem megvalósítható. Mi a kormánynak az álláspontja Paks 2-vel kapcsolatban, mert itt a Tolna megyében ez ugye rengeteg családot érint. Ugye az ellenzék beszél arról, hogy a következő paksi reaktorblokkokat ne építsük meg. Azért azt érdemes tudni, hogy amennyiben nem épül meg Paks 2, akkor a rezsiköltség négyszeresére fog emelkedni, tehát sok 100 000 forinttal kellene többet fizetniük a családoknak a rezsi számlák kapcsán. Azt is érdemes látni, hogy Európában ma energia szűke van, tehát az energiaellátás sok esetben szenved zavaroktól, és ezért aztán azok az országok érezhetik magukat biztonságban, akik maguk elő tudják állítani minél nagyobb mértékben a saját maguk által felhasználandó energia mennyiséget. Amennyiben Paks 2-t nem építjük meg, akkor nagyon-nagyon ki leszünk téve, szolgáltatva a nemzetközi energiapiacnak, ahol vagy vannak energiaforrások, energiaordozók, vagy nincsenek. Láthattuk az elmúlt hónapokban inkább a vagy nincsen helyzet állt elő. Tehát Paks 2 építésének a feladása, vagy megszakítása, vagy elállás az építkezéstől az Magyarország biztonsági és energiaellátási érdekeivel mélyen ellentétes lenne. Ezért világossá tettük már többször is, én magam a Rosszatom főnökeivel is többször beszéltem már a háború kitörése óta is, hogy mi a paksi atomerőmű 2 új blokkját meg akarjuk és meg is fogjuk építeni. Annál inkább is megtehetjük, hogy eddig az összes Európai Uniós szankciós intézkedés világosan, explicit módon leírva kimondta, hogy a szankciók semmilyen módon nem érintik a nukleáris ipart. Na most, aki ennek ellenére azt mondja, hogy de állítsuk le a paksi atomerőmű építését, az brüsszeliebb akar lenni a brüsszelieknél, és szerintem ennek semmi értelme nincsen.
Ha már a fejlesztéseknél vagyunk, és mielőtt visszakanyarodnánk itt az orosz-ukrán konfliktushoz, Baranya megyében ugye elkezdődött az M6-os autópálya a horvát határig tartó szakaszának építése. Mit várnak ettől? Hát nézze, nekünk az feltétlen célunk volt, hogy a szomszédos országokkal minél jobban összekössük magunkat. Igaz ez a közlekedésre, közúton és vasúton, igaz ez az energia összekötetésekre, a földgáz és a villamos energia vonatkozásában is. Tehát amióta mi kormányzunk, azóta a 7 szomszédunkból 6-tal össze vagyunk kötve a földgáz vezetékekkel, a magas feszültségű villanyvezetékekkel is most már gyakorlatilag mindegyik szomszédos országgal. Folyamatosan jönnek létre az autópálya összeköttetések, amióta mi kormányzunk, azóta Romániával 2, Szlovéniával, illetve Horvátországgal a következő összeköttetés. Magyarország és Horvátország szoros szövetségesei egymásnak. Van egy nagyon sűrűre font gazdasági és kereskedelmi együttműködés közöttünk. Magyar cégek beruházásainak fontos célpontja Horvátország. Ebből fakadóan a jó közlekedési összeköttetés az magyar gazdasági érdek, és horvát is természetesen. Úgyhogy az M6-os autópálya, illetve a horvátországig történő gyorsforgalmi útkapcsolat magyar gazdaság számára komoly előnyökkel jár. Ez abból is látszódott, hogy amikor 2020-ban le kellett zárni a határokat a világjárvány miatt, akkor az micsoda fennakadásokat okozott. Én magam jöttem el, és a horvát külügyminiszter kollégával itt állapodtam meg arról, hogy határátkelő helyet újra tudjuk nyitni. Az előbben is említette, illetve a kormánytagoktól is lehet hallani, hogy a magyar kormány nem szeretne sehogy se beavatkozni ebbe a konfliktusba, viszont a határokon lecsapódik ugye ez menekültek formájában maga a konfliktus. Mennyire jelent ez plusz terhet az országnak? Többek között gondolok itt arra is, hogy a magyar kormány rengeteg egyéb külföldi állampolgárnak segített hazajutni. Nagyjából 500 000 érkeztek eddig Ukrajnából, illetve Románián keresztül, amióta kitört a háború. Nekik egy kis részük, néhány százalék harmadik ország állampolgára volt valóban, akiknek segítettünk hazajutni. 8-9 ezer ember Magyarországon keresztül térhetett vissza biztonságban a hazájába, Indiától kezdve Kínán és Izraelen át egészen Marokkóig és Nigériáig, vagy Ekvádorig. Azok az ukrán, illetve magyar nemzetiségű emberek, akik nem harmadik országba való továbbutazás céljával jönnek, nekik természetesen segítséget nyújtunk, ellátást adunk, szállást adunk, menedéket adunk, és akik hosszabb távon itt szeretnének maradni, azoknak munka lehetőséget is biztosítunk, hiszen mi itt Magyarországon egy munkaalapú társadalmat építettünk. Nagyon sikeres vállalása volt ez a polgári jobboldali kormánynak. Mi azt gondoljuk, hogy a menekülteknek is sokkal jobb, hogyha munkából keresik a pénzüket, dolgoznak a megélhetésükért, mint a folyamatosan segélyért kellene sorban állni. Úgyhogy a munkáltatók számára biztosítunk havi 60 ezer forintos támogatást, amiért cserébe nekik biztosítaniuk kell a munkavállalók szállását. Itt természetesen mindenki, aki Magyarországra érkezik menekülként, számíthat a magyar állam, a magyar kormány támogatására, ez számunkra teljesen természetes. Ezek az emberek a háború elől futnak, az életükért futnak, a szomszédból jönnek, nyilvánvalóan ránk számíthatnak, hát ki másra számíthatnának. Utolsó kérdésként, a napokban Belgrádban azt nyilatkozta, hogy történelmi barátságot kötött Szerbia és Magyarország. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát nézze, a két ország között korábban egy elég erőteljesen, hogy is mondjam, vitás, ellenségeskedésbe hajló viszony volt. Aztán mindenki felismerte határ túloldalán és innenső oldalán is, hogy mindenkinek sokkal jobb, ha jobban vagyunk. Egyrészt ez jobb Magyarországnak, meg jobb Szerbiának is, jobb magyaroknak és a szerbeknek, de főleg jó a két nemzeti közösségnek, a nálunk élő szerbeknek, illetve a Vajdaságban élő magyaroknak. És ugye a szerbek az Európai Unióba igyekeznek, mi magyarok a feltétlen támogatóik vagyunk, a legnagyobb magyar vállalatok részt vesznek, mélyen integrálódtak a szerb gazdaságba, finanszírozunk a vajdasági beruházásokat, egymás energiabiztonságához komoly segítséget nyújtunk, hiszen a földgázt Szerbián keresztül vásároljuk. Ilyen módon a két ország nagyon sokat profitál az együttműködésből. Ezt felismertük, és a történelmi ellenségeskedésnek a helyét a történelmi barátság és béke, valamint békés egymás mellett élés vette át. És ez így mindenkinek sokkal jobb. Nekünk mindig az a
az a stratégiánk a szomszédsági kapcsolatokkal, hogy sokkal jobb jobban lenni, mint rosszban. Ez idáig szerintem nem túl bonyolult belátni. De hogy lehet ezt elérni? Úgy lehet elérni, hogyha az élet mindennapi területén az emberek számára érzékelhető sikereket hozó sikertörténeteket építünk. Olyan sikertörténeteket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberek érezzék a jó kapcsolatok eredményét. És az ilyen sikertörténetek, azok meg tudják alapozni azt a bizalmat a két ország között, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a nehéz kérdéseket is meg tudjuk nyitni, abban a reményben, hogy meg tudjuk őket kultúráltan vitatni, és adott esetben le is tudjuk őket zárni. Tehát én azt gondolom, hogy a szlovákokkal, a románokkal és a szerbekkel is nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Azt nem állítom, hogy minden esetben már ott tartunk, ahol szeretnénk, meg azt sem állítom, hogy mindenhol az ízlésünknek megfelelő gyorsasággal, vagy az elképzeléseinknek megfelelő gyorsasággal tudtunk előre haladni, de haladtunk. Tehát ma szerintem minden szomszédunkkal jobb a kapcsolatunk, mint volt akkor, amikor kormányra léptünk. Miniszter úr, köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm én is. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó tévézést, viszontlátásra!